Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Tudjátok, srácok, a jó filmekben sokszor van az a jelenet, hogy adott egy boldog család. Apa, anya, gyerekek, adott egy morgós, mérges nagyapa a film elején, aki rossz kedvű és állandóan morog, illetve egy mindig nyájas, szinte túl kedves nagymama. És ugye a film során te azt hiszed, hogy a morgós, zsémbes nagypapa a főgonosz. Ugye? És csupán a film legvégén, az utolsó 5 percbe vág homlokon az igazság, a csattanó, hogy a zsémbes nagypapa ártatlan, ellenbe a nagymuter végig mérgezte az ételt. Tehát a végig morgós, zsémbes nagyfater, aki szinte a film egészében egy baromira nem szimpatikus figura, akkor ugye az ember arra készül, hogy ő lesz, a nagypapa lesz a film végén, amikor a titokról lehull a lepel, akkor a nagypapa lesz a főgonosz. Aztán a film utolsó 5 percébe bum, megjelenik a csavar a történetbe, és a film nagy részébe csendes, kedves nagymuter meg végig mérgezte a család életét. A család ételét. Tehát gyakorlatilag mi a történet lényege? Hogy az eleinte morgós nagyfater az csak egy csali, egy megtévesztő elem, hogy ezáltal a valódi főgonoszról, a nagymuterről eltereljék a filmben a figyelmet. Ugye? Azt a végén jó meglepődsz. Na most képzeljétek el, tegnap ugyanez a szereposztás játszódott le a Fly or Die Amoeba szerverén. Szeretnélek megkérni, hogy nagyon figyelj, mert most bonyolódik a dolog. A videót mindenképpen érdemes lesz végignézni. Ilyen még nem volt. Na most itt a Fly or Die Amoeba szerverén ugyanez a szereposztás játszódott le tegnap. Akad 3 szereplőnk. Dark Techno, aki 600 pont feletti nagymester. Egy világos 3 nevű, szintén programot használó 500 pont feletti nagymester. Illetve a 3 szereplőnk, a 3. az pedig az igazi világos, vagyis én. Tehát a mese 3. szereplője az igazi világos, vagyis az én vagyok. Na figyelj, most jön a lényeg. Tehát az előző, tegnapi videómban úgy mutattam be őket, tehát az előző, tegnapi videómban én úgy mutattam be őket, mintha Dark Techno és világos 3 az 2 különböző, eltérő személy volna. Tehát én a tegnapi videómban arról beszéltem nektek, tegnapi videómban szerepelt Dark Techno, illetve világos 3 játszmája, és én úgy mutattam be nektek, minthogyha Dark Techno, illetve világos 3 ugye egymással játszott volna. Igen, tehát mintha 2 különböző személy lenne. De a lényeg az, hogy Dark Techno, illetve világos 3, és egyébként kisajtollak is, ugyanazt a csaló, programmal játszó játékost, Mr. Rage-t jelenti. Ez a lényeg. Tehát, ha igazából ezt máshogyan szeretném nektek elmondani,
akkor úgy fogalmaznék, hogy tehát akad három játékosunk. Van a világos három, aki 500 pont feletti nagymester, van Dark Techno, aki 600 pont feletti nagymester, és a harmadik személy az pedig itt fent a sima világos, vagyis én. Tehát igazából Dark Techno, világos 3, illetve sima világos a három szereplőnk. És itt igazából, ha visszaemlékezünk, a nagypapás példára emlékez vissza. Itt igazából az van, hogy a programmal játszó csaló Rage a világos három Nikjét csaliként használja annak érdekében, hogy a valódi, valódi szintén csaló fő Nikjéről, a Dark Technóról elterelje a figyelmet. Ugye? Na most szeretném nektek megmutatni a tegnapi videómból szeretném nektek megmutatni azt a részletet, ahol konkrétan világos 3, illetve Dark Techno egymással játszik. Most azt mondja, hogy bocsánat, itt közben keresek, kutatok. Bocsánat, tudom, hogy szalad a kép, itt most nagyon beletekerek. Itt van. Tehát nézzük meg ezt a helyzetet. Nézzük meg ezt a helyzetet. Most egyébként a hangot levettem a videóról. Tehát most a világos 3 és a Dark Techno elkezdett egymással játszani. És figyeljétek, most jön a lényeg. Világos 3, illetve Dark Techno itt egymás ellen játszik. De az egészbe a legjobb dolog, hogy világos 3 és Dark Techno ugyanazt a személyt jelenti. Tehát világos 3 és Dark Techno az ugyanaz a személy különböző gépekről, vagy mondjuk az egyik gépről, a másik telefonról, de ebben az esetben itt a videó látható világos 3 játsza az áldozat, vagyis a korábbi példánkból a nagypapa szerepét. Tehát ugye világos 3, aki szimpadiasan nagyképű, utálandó, mesterséges figura, de ez egy mesterséges modor. Tehát itt láthatjátok a videóból, hogy írja, hogy kapcsoljak progit. Hol a pendi? És míg ugye itt a történetben Dark Techno, a valódi főgonosz, vagyis a gonosz nagymama, aki látszólag higgadt, és szegény Dark Techno veszít a gonosz világos 3 ellen. De egyébként szeretném nektek elmondani, hogy szegény Dark Techno sosem zuhan 600 vagy 650 pont alá. Soha. Egyébként Csaló Rage név választása sem véletlen, ugyanis világos 3 ezzel a mesterségesen buta módszerével engem próbál befeketíteni. Tehát azért választotta a világos nevet, hogy engem feketítsen be ezzel, mintha én lennék. Ugye? Tehát nézzétek, és most egyébként a videóban látni fogjuk, hogy gonosz programot használó világos 3 veszít szegény, ártatlan Dark Techno ellen. Ugye? És sajnos egyébként az előző videómban ennek én is beugrottam, mert kemény 20 perc gondolkodásomba telt, hogy közben lehessen, hogy igazából itt mi is a helyzet. Tehát a névválasztás, Csaló Rage névválasztása nem véletlen, a világos 3 névvel engem próbál befeketíteni. Látjátok, és akkor itt van, és elmondom nektek, hogy ez a meccs, tehát ez az egészben a legjobb.
itt most a gyerek, Mr. Rage, saját maga ellen játszik. Tehát a világos három, illetve a Dark Techno az ugyanazt a személyt, Mr. Rage-t jelenti. Ugye? És most egyébként látni fogjuk, hogy gonosz világos három megveri Mr. Rage-t. Igen, igen, tehát egyébként most itt ez a lényeg. Ugye? Tehát itt igazából annyi a lényeg, hogy ebben az esetben világos három csak egyfajta áldozati bárány szerepet tölt be, amit csak azért hozott létre Mr. Rage, hogy a fő csaló Nikjéről, a Dark Technóról elterelje a figyelmet. Tehát a világos hármat ő dupla célzattal hozta létre. Egyrészt azt akarta végtelenül buta módszerrel elérni, hogy egyrészt ugye engem befeketítsen, és a másik, a fő oka pedig az, hogy a világos három által az eredeti, szintén programot használó csaló Dark Techno nevű Nikjéről elvonja a figyelmet. Na most közben itt, bocsánat, itt megy. Bocsánat. Tehát itt a lényeg az, hogy közben tudom, hogy itt tekerem a videót, bocsánat. Nézzétek meg. Tehát látjátok, ahogy megmondtam, ez egy előre eldöntött meccs. Világos 3 és Dark Techno ugyanazt a játékost, Mr. Rage jelenti. És nézzétek, és a videóban Dark Techno az áldozati bárány, ami egy hamis áldozat. És látjátok, amit szeretnék nektek egyébként itt mutatni, hogy nézzétek meg. Nézzétek meg. Itt egyébként ezután N7-en, ezt egyébként az előző videómban is mondtam, N7-en nyerése van, de látod, világos három úgymond még ezt se veszi észre, de egyébként ez megint, és itt N7-en van a nyerés, és látjátok, jó sok másodpercet gondolkodik, de ez egy szándékosan megrendezett parti. Ez egy színház, amiben ugyanaz a játékos Mr. Rage van világos hárommal és Dark Technóval is, és ennek a színháznak semmi egyéb célzata nincs, csak az, hogy a Dark Technóról lemossa úgymond a szennyet, de a Dark Techno a gonosz nagymama, a fő gonosz a filmben. És látod, ezért nyer itt világos három, de ez egy előre eldöntött meccs. Látod? És nézzétek meg azt, hogy miket írogat, látod, kapcsolják progit, GG, ügyes vagy, hogy tényleg progizol, látod? Tehát ez egy ilyen végtelenül egyszerű, lebutított magyarázat, amiben a Dark Technónak próbál egy ilyen mesterséges jobb szint feltüntetni. Ugye? Tehát igazából a világos három az csak egy áldozati bárány, amit Mr. Rage azért hozott létre, hogy a fő Nikjéről, a Dark Technóról elterelje a figyelmet. Egyébként nagy gratula, mert a temérdek csalás közepette Csaló Rage arra is odafigyelt. A temérdek csalás közepette Csaló Rage egyébként arra is odafigyelt, hogy pontosan az én győzelmi vesztési arányomat hozza a progis világos három Nikjével. Ugye? Tehát a félrevezetés és a csalás mestere. Gratulálok! Tehát, kedves srácok, illetve lányok, és jelenleg ott tartunk, hogy a helyzet változatlan, még mindig nem jutottunk el odáig, hogy Csaló Rage fejből akarna játszani. Dehogy! Rage, vagyis másik nevén Kisajtollak, vagyis másik nevén Dark Techno, Rage alias Dark Techno továbbra is azon gondolkodik, hogy miképpen
hogyan tudna másokat csalással legyőzni, majd mindenkivel elhitetni azt, hogy ő ennyire jó játékos. És így egyébként, így a videó vége felé Rage egy másik zseniális húzásáról is szeretnék nektek beszámolni, ugyanis Dark Techno ezt velem sakkból is eljátszotta. Na most, tudjátok, uraim, a baki igazából ott jött be, hogy sajnos én versenysakkozó vagyok, tehát én inkább vagyok sakkozó, mint amőbás. Egyébként pár versenyt nyertem is, konkrétan 5 versenyt, tehát 4-szer lettem második, az elsőt meg megnyertem. Tehát a lényeg az, hogy azért a sakkból, hát több mint 20 éve sakkozok, ahhoz azért úgy sokkal jobban értek, akár mint az amőbához. És ott a Rage arra cseszett rá, hogy sakkból Dark Techno hasonlóan csalt ellenem. Tehát úgy nézett ki, amikor játszottam ellene, hogy ott is az első 5 lépés után észrevettem, hogy csal. Na most ugye sakkban az amőbával ellentétben azonnal lehet látni, az első 5-6 lépés után azonnal lehet látni, hogy valaki programot használ. És a sakk játék közben megkérdeztem tőle, hogy mégis mi a megnyitás neve, amit lehúzott, mert egyébként 8 lépés után döntő előnye volt velem szemben. És képzeljétek el, srácok, rendkívül érdekes módon fogalma nem volt arról, hogy milyen nyitást húzott le. Ugye milyen érdekes dolgok vannak? Egyébként az olasz megnyitás egyik ritkább változatát húzta le, és 8 lépés után döntő előnye volt velem szembe, aki nem csak hogy élőponttal rendelkezem sakkból, de több mint 20 éve sakkozom. Igaz, hogy nem vagyok mester, de azért egy jó erős haladó szinten azért vagyok benne. Én csak azt sajnálom, srácok, hogy azt a sakkmeccset, ahol szintén a Rage a Dark Techno meccsével jött be, azt nem vettem fel. Hát persze, mondjuk, igazából az is lehet ám, hogy én tévedek, és lehet ám, hogy egy 200 IQ-val rendelkező zsenivel van dolgunk. Tehát ez is lehet, figyelj, ez is lehet, ő ennyire jó játékos. Tehát Mr. Rage, Dark Techno, lehet, hogy ennyire jó játékos, lehet, hogy ennyire okos, és én tévedek. Így, videó vége fele Mr. Rage-től azt szeretném kérdezni. Uram, nem szeretnél végre csalás nélkül az agyaddal játszani a saját fejedből? Vajon nem volna-e eredményre vezetőbb, nem volna-e jobb módszer az, ha program nélkül, ha bár szerényebb pontszámmal, de saját kútfőből versenyeznél amőbán. Továbbá nem szeretnéd végre abba hagyni a hazudozást és más tiszta játékosok befeketítését? Meddig akarsz még hazugságra videókat, illetve csatornát építeni? Rád bízom a válaszokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Világos voltam. Sziasztok!